Hirics, Csököly, Lúzsok, Istvándi, Zalakomár, Gyulaj, Lakócsa, Piskó és Drávaiványi sós vertik el. Ez a 9 csapat vett részt az Aranykupa Kozár Michelini selejtezőjén. A kispályás tornát a Hátrányos Helyzetű Falvak és Községek Fejlődésért Egyesület a Mátrai Szeretetszolgálattal és az MTK Budapesttel összefogva hozta létre, és már országos bajnoksággá nőtte ki magát. Idén 3 helyszínen, Kozár Michelinben, Debrecenben és Budapesten rendeznek selejtezőket. Ezekről a fordulókról a 4-4 legjobb gárda jut az Aranykupa fináléjába. Azért lett Aranykupa ennek a rendezvény sorozatnak a neve, mert hogy volt egyszer egy aranycsapat. Hogyha egyszer volt, egyszer megtörtént, akkor meg fog történni még egyszer. Gyakorlatilag a magyar labdarúgás az elmúlt években olyan fejlődésen ment keresztül, az főleg a szabályozásnak köszönhetően, ami előrevetíti azt, hogy folyamatos sikerek jönnek, viszont sokan azt gondolják, hogy ezek a sikerek úgy jönnek, hogy folyamatos lineáris, pedig nem. Természetesen ez egy emelkedő görbe, mint egy színuszos, de folyamatosan javulunk, és folyamatosan javul a teljesítmény. Itt ebből a csapatból gyakorlatilag az a célunk, hogy egy olyan gárda alakuljon ki, olyan gyerekeket fedezzünk fel, akik majd a következő olyan csapatnak a tagjai lesznek. A Magyar Mátrai Szeretetszolgálatnak, illetve a magyar kormánynak, és ugye az MLS is csatlakozott a pályaépítéssel ez a programhoz, ami tulajdonképpen a felzárkozott települések programról szól, országos szinten ez 300 települést fog érinteni. 4 éve folyik ez a program, minden évben X darab településbe, most konkrétan 118 településnél tartunk országos szinten. Ezeken a településeken ugye a sport egy nagyon nagy kiugrási lehetőség a gyerekek részére, ugyanakkor a mi szempontunkból egy eszköz, hogy jó közösséget tudjunk formálni. Eddig mindig nyertünk, nagyon élveztük a játékot, próbáltunk jól játszani, meg összetartóan. Focizok Dombóvárefénél, próbálok profi focba is lenni. 3 éve együtt vagyunk, amióta itt van velünk Dani bácsi is, azóta nagyon összeszokottak lettünk, nagyon összetartó a csapat, megvédjük egymást, ha valami baj van. Jó, én nem tudom, hogy jött ez a foci. Egyszer nekiálltam focizni, láttam, hogy megy, azt gondoltam, nekiállok focizni. Játszottam az összes meccsen, és nagyon jó volt, élveztük, játszottunk. Rengeteg tehetségünk van, a program nem a tehetséggondozásról szól, hanem arról szól, hogy minden olyan felzárkózott településen élő gyereket elérjünk, akiket érdekel a futball. És gyakorlatilag ez az alap célja, hogy a sport a labdarúgáson keresztül mindenki élményt szerezzen, olyan élményt, ami az további időszakra pozitív hatást fog tudni gyakorolni rá. A tornáról a 4 elődöntős csapat, azaz a Gyulaj, a Zalakomár, a Hirics és a Drávaiványi sós vertike jutott a fináléba. A selejtezőt a Gyulaj gárdája nyerte meg. A döntő szeptemberben lesz az MTK Budapest új Hideg Kuti Nándor stadionban.